Tihanyban került itt a THL-ben megrendezése az idei 2017-es Beelight Optimist országos bajnokság. Tihanyi Hajós Egylet az egy 15 éve működő klub, fő célunk az utánpótlás nevelés, és már nagyon sok bajnokságot rendeztünk, nagyhajós bajnokságokat, finn bajnokságot, 4-20, 4-70 bajnokságokat, de ez az első Optimist bajnokság, amit rendeztünk. A THL versenyzője vagyok, Litkei Zsolttal edzettem, és ide jött egy új edzőnk, a Perjés Bálint, és most vele edzem jelenleg. 30 OP-ssal voltunk a bajnokságon, csapatba gondolkodunk, az nagyon fontos. A legnehezebb feladata gyakorlatilag az volt, hogy észre kellett venni, hogy mire alkalmas a szél. Volt északi forgolódó szél, volt egész pici leállós, voltunk a keleti medencében, voltunk a nyugati medencében. Hát sokféle körülményekbe kellett megállni a helyüket a gyerekeknek, azt hiszem, hogy nagyot küzdöttek. Első két nap nem volt ebből gond, amikor három futamot sikerült megrendezni minden nap. A többi nap sajnos az volt a nehéz, meg kellett keresni a szelet. Nem volt egyáltalán kifújt szél a Balatonon, úgyhogy nehéz volt. Szerencséjünk volt, hogy mind a kettő versenyterületen, tehát a Tihanyi keleti és nyugati oldalán is tudtunk pályát tenni, mert volt rá engedélyünk. Jó eredmény alapján, 7 futam alapján sikerült beosztani a két csoportot végül arany és ezüst csoportra, és itt az arany és ezüst csoportban már az utolsó két nap sikerült még 2 futamot rendezni, így egymás ellen tudták eldönteni a gyerekek, hogy ki a legjobb. Hát az első két nap az elég nehéz volt, főleg, hogy nagyon erős a mezőny, és még a szél is eléggé rafinált volt. Nagyon sok esélyese is volt, és úgy szerintem az utolsó napon dőlt el igazából, hogy ki nyeri végül. A legnagyobb létszámú mezőny ugye Magyarországon az Optimist mezőny. Néha a mezőnyt elrajtoltatni is eléggé komoly kihívás volt. Volt olyan futam, amikor több mint 20 hajó ki kellett zárni korai rajta, de szerencsére ez csak egyszer fordult elő. A döntőfutamok nagy részében szinte nem is volt korai rajtos. A legnehezebb talán az volt, hogy ki kellett bírni a végéig. Nagyon hosszú volt, nem volt elég az elején jól menni, a végén is jól kellett menni, és azt is tudtuk, hogy az elején picit több szél lesz, a végén kicsit kevesebb. Ezeken a pályákon, amik itt a gyenge szeles napokon voltak, ezeken igazából mi fürediek nagyon-nagyon-nagyon ritkán vitorlázunk. Volt olyan hely, ahol még eddig soha nem vitorláztunk. A nyugati medencében ott már egy kis rutinom volt, ott azért többször van verseny, de amúgy nem okozott nagy nehézséget, mert meg lehet azt tanulni. Az elején ugye a keletibe voltunk, és az nekem előnyt jelentett, mert ott edzettünk mi mindig. Én bármelyik szélben szívesen vitorlázok,
úgy gondolom, hogy a nagy szélben most egy kicsit jobban tudtam teljesíteni, de hát ez a versenyben az szép, hogy változatos és mindenféle szél fúj, úgyhogy ez itt nagyon jó volt. A résztvevő gyerekek nagyon otthon érezték magukat a kikötőbe, de örültünk is neki, bőven elfértek, a kikötő vendégeink is szívesen látták őket. Igyekeztünk itt a parton sok érdekes programmal szolgálni nekik, meg sok hasznos programmal, például a vacsorákkal, ami minden nap volt valami vacsora rögtön a futamok után. Úgy gondolom, hogy egy fair verseny volt. Nekem ez volt az első rendezésem Optimist versenyen és Optimist bajnokságban. A helyezettek megérdemelnek állnak ott, ahol állnak majd a dobogón. Most vagyok feltörő pályán, és nemrég kezdtem el így ilyen elővitorlázni, és nagyon örülök, hogy most harmadik helyen végeztem. Hát a futam győzelmen. Az nagyon tetszett. Ami nekem nagyon szimpatikus, rengetegen vannak, sok-sok lelkes gyerek. A mezőny eleje az egy nagyon életvitorlázással tudott közlekedni. Mind erős szélben, mind gyenge szélben. Összeszedettek voltak, le a kalappal a fiatalok előtt. A legjobb számomra az volt, hogy nyerni tudtam, mert ezzel egy álmom vált valóra, és ennek most nagyon örülök. Reméltem, hogy ez benne van a gyerekekben, és nagyon örülök neki, hogy azon túl, hogy sikerült aranyérmeket szerezni, a többiek is nagyon jól szerepeltek. És én nagyon remélem, hogy jól éreztétek magatokat itt Tihanyban, és jöttök máskor is, nem csak bajnokságra, rendezünk egyéb versenyeket is, és hát mindig szívesen látunk benneteket.